Magyarországon a fehérje kutatásnak több évtizedes, sok évtizedes hagyomány van, és talán a legprominensebb és leginkább ismert első kutatói közé tartozik Szent Györgyi Albert, Nobel-díjas orvos-biokémikus, aki a fehérjetudomány területén is hatalmas jelentőséggel bíró felfedezést tett az aktin első leírása kapcsán. Körülbelül 10 éve dolgozunk azon, hogy Magyarországon és ezen belül is az ELTE-n, illetve az MTA-TTK-ban a fejlettudományokat és a fejlettudományok foglalkozó embereket közelebb hozzuk egymáshoz. Most úgy gondoltuk, hogy érdemes olyan könyvet írni a 21. században, amelyik nem bíbelődik a részletekkel, mert az megtalálható a neten, viszont egy ilyen ernyőt húz a tudományterület fölé és összekapcsolja a különböző részterületeket, amit általában a szakemberek sem szoktak teljes mélységben ismerni. A kollégáim közül persze talán a vegyész, Budai tanár úr orvos végzettségű, én biológus végzettségű vagyok, a biokémiát művelem, és azt gondoltuk, hogy fehérjéket vizsgálni interdisziplináris módon lehet, tehát ezt a három tudományterületet megpróbáltuk összekapcsolni. Jó sok 96 szerzőt szedtünk össze, és a ő közös művüket próbáltuk egységes hangvételűvé szerkeszteni. Reméljük, hogy sikerült. Számomra nagy öröm volt, és számos újdonságot jelentett szerkesztőként elolvasni a fejezeteket. Tehát azt gondolom, hogy nem csak hallgatóknak, akár MSc, PhD hallgatóknak, vagy később posztdokoknak alkalmas ez a könyv, vagy érdemes olvasni, hanem maguk a kutatók, akár szeniora kutatók is találnak olyan fejezeteket benne, amit örömmel lehet olvasni, és újdonságot jelentett. Csak egyet hagy emeljek ki, a krió elektromikroszkópia, amiért ugye tavaly Nobel-díjat adtak, számomra egy teljesen új fejezet volt, és nagyon izgalmas fejezet volt. Tehát azt gondolom, egy széles spektrum, hallgatótól akár a szeniora kutatóig olvashatja, forgathatja a könyvet.